Köszöntöm Önöket! Anya, anyu, anyuka, anyuci, anyus, anyácska, anci, mami, édes, édesanyám. Van-e még nyelv a világon, melyen ennyiféleképpen el lehet mondani anya? Van-e még nyelv a földön, melyen ennyiféleképpen szólíthatjuk azt, akinek az életünket köszönhetjük? Pedig anya csak egy van. Mit jelent számodra az anyukád? Szeretetet, a békét és a jó kedvet. Hát végül is az én számomra azt jelenti, hogy szeretem, és mindig együtt leszek vele, és szeretetet, békét, és hogy nem bosszantom fel. Hát először is az, hogy szeretnem kell, mert minden magad nekem, amire szükségem van. Mindig beszélgettek vele, jókat főz. Ezt sosem fel fogom elfelejteni, még ha ne is leszek, hogy miket tett értem. Hát én nagyon szeretem az anyukámat, nagyon sokat segít nekem, és én is nagyon segítek neki, és hát én nagyon szeretem őt. Nyugalmat, békét, szeretetet. Az életemet. Hány gyereketek van? Négy. És ebből ki hány éves? Hát van egy nagy lányom, aki most lesz 22, a fiam 19, már 20 lesz jövőre, mert nem szabad most másan azt mondani, hogy 19. Van a Beátánk, aki 10 éves lesz, és a Dávidunk, ő most 5-5-5 az 5-5. Te, ha jól tudom, most főállású anyuka vagy. Hát már egy jó pár éve, igen. Valamikor dolgoztál a házasságotok elején? Igen, hát annak idején, mikor befejeztük az iskolát, hogy az időben még kötelező volt menni dolgozni, akkor mentem rádiógyárba, utána kávézóba dolgoztam, onnan mentem a férhez, akkor szültem a nagylányomat. Aztán, amikor a gyerekek így elmentek iskolába, a nagy elment elsőbe, a fiú óviba, akkor megint elmentem dolgozni, a kórházba dolgoztam, de tehát az volt a tapasztalatunk, hogy nem megy össze a kettő. De én most dolgozzak, és a gyerekkel foglalkozzak, tanuljunk, hogyha szeretnénk, hogy valami legyen, és a gyereknek is jó legyen, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy itthon maradok. Mennyire volt nehéz összeegyeztetni a munkát és a gyereknevelést? Elég nehéz volt, mert akkor ment el a férjem kamionozni. Akkor ment külföldre dolgozni. Akkor volt Zoltán ilyen 4-5 éves, és onnantól kezdve így minden nekem jött. Egyedül én voltam az, aki hozta, vitte őket tanulni, és akkor így nehéz volt összehozni a kettőt. Azt szokták mondani, hogy főállású anyuka, hát tulajdonképpen semmi dolga nincs. De neked hogy telik egy napod? Hát nekem nehezen. Reggel felkelünk, iskola, óvoda, hogy ha nem kell mennem bevásárolni, vagy valamit intézni, akkor délig igyekszem itthon mindent megcsinálni, kimosni, kifőzni, ilyesmit, és déltől akkor megkezdődik. Általában 1 óra 10 perctől már Beátával beindulunk zongoraóra, énekóra, táncóra, mazsorett, színészet. Uha! És akkor még bejárunk idénken nénihez, verspróbára, hogyha valamit tanulni kell. Úgyhogy ez az egész napos ilyen 6 óráig. A kicsi fiadat, azt mikor szoktad elvenni az oviból, vagy mikor tudod egyáltalán ilyen munkarenddel elvenni? Hogyha Beáta úgy van, hogy csak 3:30-ig van, akkor én veszem el. De annyi a szerencsénk, hogy ez az óvoda 6 óráig üzemel. Úgyhogy, ha anyuik nincsenek, vagy nincs a nagyfiam, akkor még érkezek. És még egy szerencsés helyzetem van, a Beáta keresztanyukája az óvónéni. Ő is itt lakik a szomszédban, és hogyha valami, akkor ő elhozza, és addig ott van nála. Hány órakor kelsz reggel? Hát ez attól függ, 3:45, ami ébreszt az óra, de most ilyen nyár, mikor meleg van, akkor egy kicsit tudunk hústízni még ilyen 4:45-ig. Tudatosan akartatok 4 gyereket? Én 5-öt szerettem volna. Még nem késő? Nem, azért most már egy kicsit. Nem, én 5-öt szerettem volna, de és aztán a 4. Ha most vissza emlékszel a te gyerekkorodra,
mennyivel volt másabb a szülőknek, vagy az édesanyáknak? Mennyivel volt másabb? Mi az, amivel többet vagy kevesebbet kellett csinálniuk? Nem is tudom neked igazán megmondani, mert mi nem jártunk külön órákra annak idején, se én, se a testvéreim. Úgyhogy mi itthon voltunk tanítás után, és akkor hát vagy tanultunk, akkor vagy a házi munkába segítettünk anyunak, anyu többször visszament dolgozni. Mit jelent az, hogy édesanya? Hát, határtalan szeretet, törődés. Valamit változtattál-e az édesanyádhoz képest? Hát elég sok mindent. Én úgy érzem, én többet vagyok velük. Mit gondolsz? Töltöttek veletek annyi időt, mint te most a te gyerekeiddel? Anyuval voltak olyan délutánjaink, hogy könyvet felolvasott nekünk. Egy-két nap alatt a Katyit például kiolvasta nekünk, felolvasta hangosan. Innen van nekünk az olvasási szeretet is, annyira belénk nevelte ezt, hogy nálunk mindenki olvas. Esténként hazaestek, van-e esetleg arra lehetőség, hogy még együtt leüljetek beszélgetni, vagy játszani, vagy mivel szoktak, mit szeretnek leginkább csinálni? Hát szoktunk kifestőzni, az nekünk így, leülünk a konyhába, körüljük az asztalt, és akkor beszélgetünk, kifestőzünk. Dávid nagyon szeret legózni, úgyhogy beállta meg általában tanul. Vagy hogyha van egy kis ide, vagy akkor vagy babázik, vagy inkább olvas. Szerinted mi egy ideális anyának a szerepe? Annyira megfogalmazni nem is nagyon tudom, mert mindenkinek más. Én szerintem én nekem az, hogy a gyerekekkel minél többet lenne, a gyerekekkel törődni, minél többet adni, igyekezni, hogy a gyerekeknek jó legyen. Van valaki, aki soha nem utasít vissza. Ha lelkesen beszélsz, nem vág a szavadba. Meghallgatja panaszod, vigasztal a bajban. Mindig talál jó megoldást, bármilyen nagy baj van. Van valaki, aki hozzád mindig szelíd, gyengéd. Ha mindenki ellened van, akkor is megvéd. Nem mondja, hogy nincs ideje, nem mondja, hogy fáradt. Amíg el nem nyom az álom, vigyázza az ágyad. Az ő szava mindig csendes és szeretetteljes. Soha nem kiabál veled, és mindig türelmes. Rögtön megsegít a bajban, hogyha szépen kéred. És ha gyötör magányod, őt mindig eléred. Nagyon régen ismert téged, mielőtt meglettél, mert akkor is jó volt hozzád, még meg sem születtél. Igen, ő az. Jól gondolod? Senki más nem lehet, csak egy anya lehet, aki ilyen nagyon szeret. Anya. 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 Any. Anya. Édesanyám, anyukám, anya. Éppen mikor? Anyukám. Anyukámnak szólítom. És ez a legszebb szó. Azt mondom neked, hogy édesanya, ez a szó és ez a fogalom, és egyáltalán az édesanya mit jelentett a számodra? Nekem nagyon fontos volt, ő már a mennyben van, nagyon hiányzik, de nagyon sok mindenre megtanított. Mindig lestem, hogy ő hogy készül az ünnepekre, amit ez egy hagyomány volt nálunk, hogy a családot mindig összetartotta. Nagyon-nagyon sok mindent tudtam tőle most alkalmazni az életben. Ezeket a dolgokat, amiket tőle tanultál, átvitted a te gyerekeidnek is? Igen, ezt neki köszönhetem, hogy én is ezt átvittem, és
és amit lát az én lányom is, ugyanezt csinálja ő is. Neked a te édesanyádról mi az, ami rögtön eszedbe jut? Hát egy kemény mencsvár. Egy olyan valaki, aki megvédi a családját, aki a gyermekeért bármit, bárhol, bármikor. És a szeretet. Neked az anyaság mit jelent? Az anyaság a boldogság fölött áll. Tehát szerintem ez volt minden vágyam kicsikoromtól, hogy én valamikor anyuka lehessek, és nagyon sok gyerekem legyen, és majd mikor megöregszem, akkor mellettem legyenek. Van olyan, amit teljesen másképp csinálsz, mint az édesanyád? Gyereknevelés. Ő szigorú volt, ő mindig szigorú volt. Nálunk fordítva van, tehát a nagymama a szigorú, és én vagyok az engedékeny, meg a lágyabb szívű. Mi az, amit átadsz a gyerekeidnek? Mit gondolsz? Azt szeretném átadni, hogy majd valamikor ők tartsák össze a családot. Az édesanyádon mit láttál, amikor énekeltél? Nagyon nem tudom, tetszett neki, és így könyvbe lábadt a szeme, meg minden, nagyon örült neki. Azt mondom neked, hogy édesanya, mi jut eszedbe róla? Maga ugye az én édesanyám, aki egyfolytában törődik, szeret és vigyáz rám mindig, és nem hagyja, hogy bajom essék. Mindig aggódsz, hogyha későn érek haza, és mindig sír és imádkozik érte, nagyon szeretem. Hogy hívod az anyukádat? Anyu, anyuci, anya, mindenféleképpen. Hány gyerek édesanyja vagy? Három gyermek édesanyja vagyok, Bence, Dóra és Milán. Hány éves a legidősebb? 20 éves a legidősebb, a középső 17 éves, és a kicsi pedig 6 éves. Milyen volt az elején összeegyeztetni a két gyereket és a munkahelyet? Elég nehéz volt, mivel hogy én nagyon szerettem volna, hogy a gyerekeim jó óvodába járjanak, úgyhogy én hurcoltam őket magammal szöllősre, minden nap óvodába, úgyhogy ők ukrán nyelvű óvodába is jártak, hogy megtanuljanak ukránul, mert hogy én fontosnak tartottam azt, hogy tudjanak ukránul. Mennyi időd volt rájuk, hogyha így visszagondolsz erre, mennyi időt tudtatok együtt tölteni? 4 órakor hagytam ott a munkát, aztán gyorsan az óviba szaladtam a gyermekért, és akkor busszal, vagy stoppal, vagy mikor, hogy jöttünk haza, és azért az úgy, amire hazaértünk 5-6, akkor gyorsan vacsorát főztünk valamit, a nagyobbikkal tanultunk,
de szerencsére a férjemnek másabb időbeosztása volt, és ő is tudott vele tanulni, úgyhogy nem sok időm volt velük foglalkozni. Úgy igazán, hogyha őszintén bevallom. Mikor volt a törés, hogyha már a kicsire gondolok, miben különbözik a két első gyerek és a kicsinek a nevelése? Volt valami különbség? Van valami különbség? Biztos, igen, van különbség, mivel hogy a kicsinél azt úgy eldöntöttem, hogy akkor ilyen hibát nem fogok elkövetni, hogy a gyes után, egy pár hónap után rohanjak és munkába álljak, úgyhogy én teljes 3 évig itthon voltam a gyesen, aztán amikor így visszamentem, akkor nagyon nehéz volt visszabeilleszkedni azért 3 év után, felvenni megint ugyanazt a tempót. Körvonalazódott az, hogy lehet, hogy jobb lenne, hogyha én ott hagynám ezt a munkahelyet. Milyen munkahelyet töltesz be ilyen, illetve kötött munkaidőd van-e? Hát most nincs kötött munkaidőm, most ilyesmikkel foglalkozok, hogy kézműves foglalkozásokat tartok gyerekek számára, tehát Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnél vagyok, mint kézműves klubvezető, részmunkaidőben, és van még egy munkahelyem, vagy ilyen részmunkaidőm, ez pedig a Szent Kereszt Római Katolikus Plébáni Emberek Százban. Csodálatos dolgokat láttunk, amiket te készítesz, illetve hát amiket így az anyukákkal és a gyerekekkel készítetek. Honnan jött a kézműveskedés? Hát ez a dolog, ez teljesen a gyerekkorban nyúlik vissza, mivel hogy kisgyerekkoromban mindig nagyon sokat babáztam, mint minden rendes kislány, és én mindig a babáknak ruhákat vartam, mert nagymamám megtanított varni még kiskorban, és akkor úgy igyekeztem, hogy szebb-nélszebb ruhákat varjak nekik, a babáimnak, és 11 éves korban a szülőm megkérdezték, hogy mit szeretnék ajándékba, és akkor mondtam, hogy hát nekem egy varógép kell, hogy a babáknak tudjak még szebb ruhákat varni, és akkor így elkezdtem egyedül próbálni varni, és az iskolában is volt egy nagyon jó munkatanárunk, aki úgy besegített, nagyon sok mindent bemutatott, megtanított, és ennek köszönhetem azt, hogy akkor így ilyen kreatív irányzatba indultam el. Sajnálom, hogy nem ezt tanultam, de nagyon sok mindent egyedül meg lehet tanulni. Mint anya, hogyan képzeljünk el egy napodat? Mennyire zsúfolt egy napod? Amikor kézműveskedés napom van, kézműves napom van, akkor az úgy van, hogy hát reggel kőlünk, 6 órakor ébredünk, gyorsan reggeli, a kicsi elmegy iskolába, én délelőtt itt összeállítom a kézműves dolgaimat, amik kellenek nekem a kézműves foglalkozásra. Szerintem az egész délelőttöm erős, hogy előbb készülök erre, meg főzök persze, hogy azért, amire vissza hazajön a kisebbik fiam, akkor arra ebéd is legyen, meg a férjem is, ha itt hol van, akkor ebédelnek, és aztán délután 3-tól kezdődik a kézműveskedés, és aztán, amikor meg már hazaérek, akkor így elég fáradtam, de még így valami vacsorát össze kell, hogy dobjak, és akkor ez egy ilyen nap, amikor én kézműveskedést tartok. A többi nap az ugye egyszerűbb, mert akkor több időm van másokra is, vagy itt hol valamit megcsinálni, mert hogy van kertünk is, meg udvarunk is, meg azért elég nagy házunk, ahol sok teendő van. Mit csinálsz másként, mint a te édesanyád csinált akkoriban? Hát én sokkal több időt töltök szerintem a gyerekeimmel, mint ahogy anyukám töltött mi velünk, de abban az időben szerintem ezóta megszokott, hogy mindenki dolgozott, robot volt, és akkor nyáron volt egy hónap szabadság, amikor így a gyerekekkel így együtt, vagy családdal elutaztunk. Mennyire van különbség a között, ahogy velünk bántak a szüleink, és most mi bánunk a gyerekeinkkel? Hát én úgy érzem, hogy nagyon nagy különbség van, mert hogy én nekem is az iskolai évek azok olyanok, hogy én egyedül jártam iskolába, aztán még öcsém is jött velem, ő rá is felügyeltem, és úgy tényleg, hogy egyedül jártunk haza, meg nagymama várt otthon minket, mert a szüleink a munkahelyen voltak. De a kicsi, az viszont tényleg úgy van, hogy reggel visszük, 1 órakor megyünk érte, de ő neki teljesen más az idő beosztása, és nagyon sok minden próbálunk neki tanítani, tehát jár nyelviskolába, jár matekes iskolába, hittanra, úgyhogy így nagyon sok mindenbe belevágtunk, hogy hadd lássa, hogy mennyi lehetőség van, és aztán majd ugye eldöntse, hogy melyik úton szeretne járni. Ha azt mondom neked, hogy anya, mi az, amit tudsz mondani? Szeretet, megértés,
támogatás. Te hogy hívtad az édesanyádat, vagy hogy hívod az édesanyádat? Anyu. Anyu. Mit üzennél az anyukáknak, ha tehetnél egy ilyet, hogy üzenhetnél nekik? Egy családban az édesanyától függ az, hogy világosság van, vagy a sötétség. És mindenkinek azt üzenem, hogy világítson. Mit üzennél édesanyádnak, ha üzenhetnél valamit? Hogy szeretem. Mit szeretsz legjobban vele csinálni? Főzni, meg együtt játszani vele. Társas játékokat játszani, főzni. Esténként leszoktunk ülni festeni, vagy húsvétra, vagy ilyen ünnepekre együtt sütni, mosogatni, és így. Mi az, amit legjobban szeretsz vele csinálni? Vásárolni. Társasozni, meg biciklizni. Ha röviden kellene elmondanom, akkor egy végtelenül szeretetben szeretetet nyújtó, kitartó és szorgalmas, szorgos személyiség. Hogyan szólítja az édesanyját? Hát gyerekkoromban sokféle módon szólítottam anyunak, anyának, de az utóbbi években, ahogy az ember idősödik, most már egyre inkább is tudatosan édesanyának szólítom, hiszen azt hiszem minden ember számára ez a szó cseng a legkedvesebben, hogy édesanya. Mi az édesanyának a szerepe az életünkben? Amikor az ember azt a szót hallja, hogy édesanya, akkor ami eszébe jut, az a szeretet, az önzetlenség, az áldozat. És számunkra, keresztények számára az Úristen is eszünkbe jut, hiszen az Úristen bár atyának szólítjuk, de például Izaiás prófétánál az ő édesanyjai tulajdonságai is előkerülnek. Az Úristenről nem mondhatjuk azt, hogy férfi vagy nő, hiszen ő lélek, de amikor azt mondja a proféta által, hogy vajon elfeledkezhet-e az egyszülött gyermekéről az édesanya, és folytatja a gondolatmenetet, hogyha ő elfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem el rólad soha, mert az enyém vagy. Van-e olyan aprócska történet, ami ha azt mondom, hogy édesanya, akkor azt el tudnám mondani? Az egész életemre azt tudom mondani, eddig életemre, hogy édesanya. Tehát én ma reggel is azzal kezdtem a napomat, hogy felhívtam a ma már több száz kilométerren lakó édesanyámat azért, hogy üdvözöljem, hogy köszöntsem és hogy megköszönjem mindazt a szeretetet, amit kaptam tőle, és kapok ma is. Anya. Anyu. Anyu. Anya. Anyukám. Anya. Anyucikámnak. Az én anyukám Ancsa. Én az édesanyámat anyu, vagy anyuci. Anyicska, meg anya. Csak anyu. Én is csak úgy hívtam, hogy anyu. Addig még férhezden ment a lányom, addig mindig anyucinak hívott engem. Aztán most már, igen, a lányom. Most már, hogy férnéve, most már anyának hív. Anyukám. Anya, tessék jönni, így. Anya. A gyerekei? Azt is anya. Így, ahogy már megszokták, ahogy én mondtam, úgy mondják ők is. Nyitom szemem, téged kereslek. Hozzád bújok, átölellek. Anyucikám, úgy szeretlek. Te vagy a családom fénye, mindenkinek jó tündérek. Anyák vagyunk. Emberek tele hibákkal. Ráncokat és őszhajszálakat büszkén viselő anyák. Anyák, akik tudják, hogy a szépség nem a tükörben, hanem gyermekük mosolyában rejlik. Anyák milliónyi félelemmel és boldog perccel. Másnak csak egy nő, de ne feledjük. Gyermekeinknek mi vagyunk a világ. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!